Július 5-én kezdte el a felkészülést a Máté Szalkai futballcsapat, amely a legutóbbi szezonban újoncként a 8. helyen végzett a megyei első osztályú bajnokságban. A szakmai munkát továbbra is Siska Attila irányítja, a játékos keretben azonban volt némi változás. Petrohai Miklós, Petrohai Gergő, Sarkadi Soltész és Katona távozott, Rézműves Ferenc pedig befejezte pályafutását pótlásukra öt új futbalista érkezett, Jeddi Béla és Szatmári Sándor Tiszakanyáról, Szatmári Dávid és Sándor Dávid Szakolyból, Kis Roland pedig nagyhalászból tette át a székhelyét Máté Szalkára. Mellettük öt utánpótláskorú játékos is a felnőtt kerettel készül. A szakvezető szerint a feltételek adottak ahhoz, hogy az előttünk álló szezonban előrébb lépjenek a tabellán. A megyei bajnokságban szerintem mi nagyon jó feltételekkel rendelkezünk. Ha csak körülnézünk itt a létesítményben, akkor ez az öltözőépülettől a pályákig elmondható. Ráadásul a szakosztályvezetés is előrelátó volt, tehát az igazolásainkat úgy intézték, hogy mire az első edzés elkezdődött, már minden adott volt az új keret. Itt már menet közben nincsenek változások, így aztán azt mondom, a tavalyihoz képest az a legnagyobb előrelépés, hogy egyrészt ismerjük egymást, már a csapat meg én, másrészt jól jött ez a frissítés, úgy látom a néhány új játékossal. Így aztán én bízom benne, hogy nagyobb reményeink lehetnek, mint a tavalyi bajnokságban. A szakosztály vezetése az első hat hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként. A csapat kapitánya szerint elég erősek ahhoz, hogy ott legyenek a mezőny első harmadában. Fiatalok vagyunk, úgy érzem, hogy jól, jól igazoltunk, és hát szeretném, hogy minél előrébb végezzünk a tabellán. Mindenképpen látom a lehetőséget benne, úgyhogy a tabella felső, vagy igen, a felső házába szeretnénk ott lenni. Rövid passzos játékot játszunk, gyorsak vagyunk, és vannak olyan játékosok, akik azért meghatározóak, és meccseket tudnak eldönteni magukban is. A Máté Szalkai MTK legközelebb szombaton 10 órától hazai környezetben a Szatmár Németi Sportiskola csapatát fogadja. A bajnokság nyitófordulójában augusztus 14-én Nagyhalászban lép pályára Siska Attila együttese.